Sikerült elérni az összes fontos magyar nemzeti célt. A nyolcadik csomag számunkra sérelmes pontjai alól mentesítést kaptunk. Így értékelte a Prágai Rendkívüli Uniós csúcsot Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, a szankciós csomag nem vonatkozik sem Magyarország gázellátására, sem a nukleáris erőművekből származó energiára. Az Unió állam és kormány fői a találkozón követelték, hogy az Európai Bizottság mi hamarabb dolgozzon ki tervet az energiaárak csökkentésére. Barna. Köszönöm szépen, Tóth Máté, Energia a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Számított erre? Mert a mi magyar miniszterelnök azt mondta, hogy elmegy a faig, a magyar lakosság és a gazdaság védelmeért. Észre kell venni, hogy mi nem tudunk máshonnan olajat és gázt hozni, és nekünk az atomenergia kell. Mi egy lentlog vagyunk, olyan ország, ők miniszterelnök urat idézem, nincs tenger. Abszolút, és, és ez egy nagyon sikeres kör volt, azt kell, hogy mondjuk Brüsszelben, illetve most ugye Prágában fizikailag, ahol a, a, az állam és kormányfők találkoztak, ugyanis most már tényleg azt kell néznünk, hogy... hogy Európa a, gondolkodásában nem feltétlen az európai érdekeket keresi. Ezt, ezt, látjuk az elmúlt most már hat és fél hónap döntései tekintetében, hogy, hogy vannak olyan ideológiai céljai, Oroszország megbüntetése, ami szemlátomás túlmutat azon, hogy biztosítsa az energiállátást Európának. Úgyhogy Magyarországnak kell úgy gondolkodnia, és a, a, brüsszeli kommunikáció tekintetében is úgy keresni a fontos pontokat, hogy Magyarország energiállátása maradjon akkor biztosított, ha már Európa nem feltétlen ugye, saját ellátása tekintetében ugyanilyen módon befele gondolkodik. Kisha. Nyilván nekünk három kardinális kérdés van. Az egyik, hogy az olajársapka, ami most ugye a nyolcadik szankciónak azért a részét képezte, az ne érintse a magyarországi ellátást. Azt látjuk, hogy ez egészen más irányt vett. Valóban ugye Paks 2, mert hogy ugye mindig is fenyegető volt a, a szankcióknak az árnya, hogy utol fog érni a, a, akár a nukleáris energiát konkrétan, akár pedig a, az oroszországi fővállalkozóknak a, az Európai Uniós alvállalkozói tanácsadóit. Ugye ezt el sikerült most szintén hárítani, és a harmadik meg a, a, a gáz történet, ami ugye leveg tovább, mert hogy Kisjenőben lesz majd a következő köre a, 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 a találkozónak, ahol már konkrétan a gázásapkal lesz a téma, de egyelőre ez elhárult, illetve ugye azok az információk jöttek Prágából, hogy hogy ez is egy mederbe terelt beszélgetés már, hogy merre fog tartani a, a gázásapkal, hogy ez egyébként Európának abban a formában jó lesz-e, az megint egy másik kérdés, de hát valóban most már inkább az a cél, hogy a magyar érdekek ne sérüljenek Brüsszelben. Most nem tudom, hogy nem politikus, de mégis lát elmozdulást Brüsszelben a bizottság részéről, hogy tüntetések vannak, most Eországban éppen most másodjára sorolhatnám, hogy mindenki a rezsiszámláját lobogtatja, elégetik van hol a másolatát, nem szabad az eredetét, most is be kell fizetni, de hogy emberek, hát itt ez, ez nem, ezt nincs, aki kifizesse már, és még hol a tél? Igen, én a, azért úgy látom, hogy érdemi elmozdulás jelenleg még mindig nincs, aminek legfőképpen ugye az az oka, hogy a, a brüsszeli politika az nem közvetlenül számon kért. Tehát az, hogy a nemzeti kormányok esetleg a, a, saját lakosságukkal szemben el kell, hogy számoljanak a brüsszeli politikának az eredménye tekintetében is, az egyelőre Brüsszelt kevésbé érdekli és érinti, és Ursula von der Leyen bejelentette, hogy, hogy ugye egy nagy csomaggal Ukrajna újjáépítését kívánják támogatni. És tehát igazából ugyanazokat az üzeneteket kapjuk még mindig onnan. Viszont azt lehet mondani, hogy ahogy viszont haladunk bele a télbe, és az eszközök is konkretizálódnak, hogy talán ezek az eszközök, de ez leginkább ugye a, a tagállami küzdőtérnek az eredményeképpen alakul így, tehát nem önmagától és a brüsszeli változó gondolkodás miatt, talán ezek az eszközök, ezek ezek egy mederbe tereltebb irányt vesznek, most a prágai csúcsnak mindenképpen ez a tanulsága, ugyanis hát most már tényleg az a, az a tét, hogy hogy Európa hogyan fogja ezt az első telet, és ez még csak az első tél a, a, a várható több nehéz tél közül kezelni, azt látjuk, hogy ugye a tárolói szincsen feltétlenül indokolja a nagyon merész brüsszeli üzeneteket, mert hiába állnak 90%-on az európai tárolók, ott egészen más a tárolói kapacitás átlaga. Tehát egy 100%-os töltöttségi szint Nyugat-Európában is még csak azt eredményezi, hogy nagyjából a negyede az, az, éves teljes felhasználási igénynek be van tárolva. Tehát egy, egy, van egy kényszerpálya, viszont a kényszerpályához képest talán most olyan mérsékeltebb döntések születnek, amik, amik nem annyira torzítják az európai gondolkodást, ami a gazdaságot esetleg katasztrófa de a bizottság elnöke azt mondta, hogy jövő tavasszal úgy tervezi, azon dolgozna, hogy közös energiabeszerzés legyen gáz. Hát már itt megpendítették, hogy a vakcina is így szerették volna, hát finoman fogalmazzak, az sem volt csillagos ötös. Akkor itt mit várhatunk? maga az ötlet az nem ördögtől való. Tehát az, hogy... Hát hogy... a vakcinálás sem volt, csak nézzük meg, hogy... Igen, gorsi. hogy hogyan valósul meg itt ez a kulcs, és egyébként jó az analógia is, mert azért ott máig elég fonák, meg nem teljesen átlátott a, a, beszerzésnek a folyamata. A gázbeszerzéssel is az a probléma, hogy az ötlet jó, hiszen több tagállam ne egymással versenyezzenek nyilván a gázbeszerzésnél, meg, meg, összefognak nagyobb volumenben, esetleg olyan árkedvezményt lehet elérni, nagyon jól hangzik, de. És ugye itt jön a, a, a lényeg, hogy viszont a tagállamoknak jel sem azonos a politikai, külpolitikai, a diplomáciai kapcsolatrendszerük a lehetséges gázforrások tekintetében. Csak egy példa, jó példa pont Magyarország, hogy a Magyarországnak nagyon jó kapcsolata van kelet felé, Azerbajdzsán felé, mi történetileg ugye úgy alakítottuk a külpolitikánkat, hogy nem most kezdtünk el barátkozni abba az irányba. Mi lényegesen jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk a németek. Hogyha mi összeállunk a németekkel, akkor ez a, az a politikai, diplomáciai előny el fog veszni, hiszen ugye ez egy közös nevezőre áll be, akkor mi is a, 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 a németekkel egy, egy gyanús kategóriába fogunk kerülni. Tehát elvesznek azok az előnyök viszont, azok a komparatív előnyök viszont, amiket Magyarország kialakított az elmúlt 10-15 évben magának. Ezzel inkább ez a, ez a probléma a közös gázbeszerzéssel. Egyébként nyilvánvaló módon kezelni kell valahogy a gázbeszerzési igénynek ezt az európai szintjét is. Ennek egy iránya lehet egyébként a közös gázásak, de ott is az a kérdés, hogy hogyan. Azt is mondta Ursula von der Leyen, azt mondja, hogy tervet dolgoz ki az Európai Bizottság a magas energiárak letörésére most, október közepe van. Mi lehet ebben a tervben? Hát ugye egyrészt tervel még fűteni nem lehet, tehát ez, ez önmagában az az. a, a, tervekes vagyunk beljebb. Másrészt meg eltelt hat és fél hónap, tehát aminek azért van egy-egy jellege. -egy olyan folyamatokról beszélünk, amik előreláthatóak voltak hat és fél évvel ezelőtt, tehát az, hogy, hogy kidolgozzák ezeket a terveket, nagyon jó, ez már februárban felmerülhetett volna, hiszen az összes tényező, ami jelenleg az energiaválságot alakítja, ideértve a szankciókkal súlyosbított helyzetet is, az mind adott volt. Tehát az a tény, hogy 155 milliárd köbmétert szerzünk be, keletről adott volt. Az adott volt, hogy a villamosenergia ára az a legdrágább termelési technológiához, ami a földgázos erőművek van kötve, tehát a villamosenergia árazási modellt is Európa alakította Adott volt. Adott volt ugye az, az, erőszakos zöldítési projekt, aminek az eredményeképpen a villamosenergia oldalon is, ugye egészen máshol találkozik a kereslet és a kínálat, mint, mint találkozni egyébként. Ezek önmagukba hordozták azt, hogy az árak azok milyen módon kerülhetnek ki a kontroll alól. Egyik tényező sem új, tehát ezek nem most októberben merültek fel, amire az Európai Uniónak most kellene elkezdeni még papírokat gyártania, hanem ez hat és fél hónapja adott szituáció, és adottak egyébként a szakmának azok a jelzései is, amiket a bizottság a szankciós politika során sem vett figyelembe, illetve attól függetlenül sem vett figyelembe, amikor a szakma jelzéseket adott arra, hogy a földgáz ára az hogyan fog elszállni, és hogy a villamos ára is milyen kockázatokat hordoz magában. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm!